Az SKT szinte folyamatosan keres troli és villamos vezetőt, évente kétszer tanfolyamot is indít. Ahogy más szakmákban, itt is hiány van, amit elsősorban az elvándorlás és az előregedés okoz. Jelenleg 160-180-an dolgoznak Szegeden, a létszámhiány miatt pedig mindenki túlórázik. Az lesz a jövőben is a természetes, hogy ebből mindig olyan körülbelül 10%, tehát 18-20 fő, akár egészségügyi okok miatt, akár nyugdíjba vonulás miatt, akár azért, mert Budapestre költözik, távozni fog. Én azt látom, hogy most már nem csak mi más közlekedési társaság, mondjuk Debrecenben vagy Miskolcon, hanem arra rendezkedik be, hogy ezeket a tanfolyamokat folyamatosan indítja, és bízom benne, hogy ahogy én látom, egyre nagyobb kedve van például a hölgyeknek is, hogy ilyen óriási 20 tonnás járműveket vezessenek, és folyamatos az érdeklődés. A probléma az, tette hozzá a vezető, hogy nagy a lemorzsolódás a tanfolyamokon. 10 jelentkezőből mindössze 3-4-en végzik el. Ráadásul nem egy családbarát munka, éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is dolgozni kell. A fizetések pedig jóval elmaradnak a más társaságoknál dolgozókétól. Azt látom, hogy sokan jönnek Szegedről Pestre, magasabbak a fizetési lehetőségek. Azt tenném talán, hogy 2-3 évig azért Szegeden nem volt béremelés, tehát 0%-os béremelés volt. Tehát azt behozni a mostani vezetésnek az szerint szinte lehetetlen. És az a 3 év 0%-os béremelés, ez a Dr. Tóth idejében volt, aki nem nagyon szerette mondjuk a tömegközlekedést, az nagyon-nagyon rányomja a bélyegét a mostani bérekre. A város idén 200 millió forintot fordít az SKT dolgozóinak bérkompenzációjára, amely a fizetések emelésére szolgál. A szakszervezeti vezető szerint azonban ez nem kielégítő. Itt több éves elmaradásról van szó. A cég új vezetése kész erkölcsileg és anyagilag is elismerni a nehéz munkát, ám ez a folyamat lassú, ezért Szabó szerint félő, hogy a legjobb, legtapasztaltabb dolgozók is idő előtt elmennek.